A házunkban lakott a Kálai Pista, aki egy nagyon ismert színpadi ember, és az Operaház főügyelője, aki behozott ide a házba, és akkor elvesztem. Sokkal többet voltam itt életemben, mint otthon vagy bárhol, mert hát itt volt vagy van egy nagy műterem, a tervező műterem, ahol hát 76 bemutatót terveztem, és hát a tervezés az nem csak az, hogy az ember rajzol vagy beszélget, hanem modellezik is. Tehát ezek a díszletek, vagy operák, vagy balettek, ezek elkészültek egy a 25-ös léptében, amit mi a gyártásnál használtunk, és aminek nagyon fontos értéke az, hogy a rendezővel, meg a művészekkel való munkában egy léptékhelyes tartást ad, és mindent értenek, mindent megéreznek, erről lehet beszélgetni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog volt. A zene az mindent elmondja a léptéket, elmondja a színeket, elmondja az időt, elmondja a stílust, elmondja az érzelmeket, és ezeket le lehet olvasni a zenéből, csak nagyon, nagyon komolyan kell hallgatni. Tulajdonképpen ugye az opera az egyetlen olyan műfaj, ahol minden művészeti ág szinte megjelenik. Az építészettől a festészetig, a szobrásztól a kézművességig. Mindig fejbe dolgozom. Tehát én vázlatot azt azért nem szoktam csinálni, mert azt fejben megcsinálom, és amit én rajzolok vagy megcsinálok, az általában a kész dolog. A rendező szerepe az tulajdonképpen később lép be. Tehát minden rendező gondol valamit a darabról, én is gondolok, és ezt valamilyen módon össze kell nekünk fűzni. Elkezdődik egy végtelen beszélgetés, aminek egy része a zene, aztán kapcsolódik a karmester, aki természetesen megmagyaráz egy csomó dolgot, vagy vitatkozunk, hogy az intermezzónál nyitva van a függöny, vagy összezárjuk például. Szóval, tehát ez egy összmunka. Ez úgy van, hogy 5 perc ez boldogság, ugye az, amikor az ember kvázi művészetet csinál, és utána jön a realitás. A díszletet először is ugye meg kell léptékhelyesen, tehát minden centiméter az a valóságban méter, vagy valami léptékbe csinálni. Ezt műszaki rajzokba kell áttenni, most már digitálisan, de korábban például az Otellóhoz hát heteken keresztül részletrajzokat rajzoltam. Ezt ugye be kell árazni az összes művésszel, műszakival, asztalossal, festővel, stb. Le kell ülni. Napokig tárgyalunk a részletekről, mindenkinek van egy jó ötlete, összerakjuk az egészet, hogy hogy csináljuk. Sokszor van statikája, sokszor van gazdasági kérdések vannak. Tehát ez egy rettenetesen komoly és nehéz és hosszú
folyamat. Nagyon kevés ilyen színház van a világban, ahol még megvan a műterem közvetlenül a színházban. Nekem rettenetesen tetszett a színház, és akkor már óvodás koromban is már színházat játszottam. Egy pillanatban rájöttem arra, hogy én nem színész akarok lenni, hanem csinálni akarom a színházat, mert az sokkal érdekesebb. Állandóan rajzoltam. Tehát a rajz volt az életem, tehát a mindent összerajzoltam, és aztán elég fiatalon még első gimnazista voltam, lementem rajzkörbe, és hát ez az életemet, a rajz az teljesen végig kísérte. És akkor azt hiszem, hogy még diák volt, gimnazista voltam, másodikos, amikor egy újságban olvastam, hogy a Kispesti Színház keres fiatal díszlettervezőt, és jelentkeztem, és mint amatőr ott fölvettek. És akkor elkezdtem csinálni, fölvettek a főiskolára, de az orosz miatt kirúgtak, és az volt a szerencsém, hogy akkor egy öreg díszlettervezőnél sameszkodtam már a gimnázium mellett, hogy bevitt a József Attila színházba, ahol díszítő voltam természetesen, és ez volt a legfontosabb. Mert gyakorlatilag 2 évet, mint díszítő, aztán világosító, és a főiskola mellett, amikor fölvettek, hát tulajdonképpen 5 évet dolgoztam színpadon. És egy ilyen munka, az csak itt lehet megtanulni. Ilyen papír bőrön, de utaztam Bayreuthba. És azt sem tudtam, hogy Bayreuth, nem sokat. Azt tudtam, hogy micsoda, meg hogy az egy nagyon híres színház, de hogy micsoda, az nem. Van egy dombhát, a tetején van egy hatalmas színház, ez egy kicsi 30 000-es német városka, ahol van egy hercegi palota, egy Gali Bibiena által csinált csodálatos barokk színház, és a domb. A dombon áll a ház, mindenféle hatalmas terekkel, műhelyekkel, éttermekkel, és egy faszínház, aminek az akusztikája a világon soha ilyen akusztikát nem éreztem és hallottam mind ott. Fából van az egész, facölöpökön áll a színház, az architektúra, ugye kőnek látszik, az minden fából van, egy hangszerbe ülünk. Egy hihetetlen csapat volt ott, és oda beesni fiatalon, amikor az ember mindent tud, azt hiszi, és találkozik ezzel az őrülettel, akkor ez nagyon kemény. Minden darabnak van egy nehéz pontja. Tehát amikor az ember dolgozik, a ringbe, a Siegfriedbe a tátott szájat kitalálni, a sárkány, hogy ne röhögjön a közönség, ez a legnehezebb. A díszlettervezés az építészet. A jó díszlet az ugyanolyan funkciókat kíván, mint a jó színház, és a stílus, a szerkezet, a statika, a lépték, az anyaghasználat és minden építész készségeket feltételez. Nem véletlen, hogy a világban a tervezők nagy része, a jó tervezők nagy része építész. És egész életemben csak köszönöm és hálás vagyok a tanáraim és az iskolának, hogy így megtanította a képzőművészetet, a szobrászatot, a művészet történetet. Tehát megtanított mindent, ami egy tervezőnek kell, és hozzátanította az építészetet.